A képviselőtestület elsőként a felnőtt házi orvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta, amelyből kiderült, hogy a házi orvosok, a demográfiai mutatók romlása, a szakdolgozók béreit érintő változások és a növekvő adminisztrációs terhek miatt sincsenek könnyű helyzetben. Dr. Perjési Zsolt önkormányzati képviselő házi orvos hozzászólásában hangsúlyozta, az elmúlt időszak béremelései nehézséget jelentettek a házi orvosoknak, ám a gazdálkodási problémák ellenére a Kazincbarcikán praktizáló házi orvosok magas szintű szakmai munkát végeznek, és ennek is betudható, hogy a régióban tapasztalható negatív tendenciáktól eltérően a megbetegedések száma az országos átlaghoz hasonló. A grémium már a március 1-i ülésén is foglalkozott azzal, hogy az 1 millió forintos évi árbevételt meg nem haladó vállalkozások helyi iparűzési adóját mérsékli. Most teljes adómentességről döntött a testület, ami több mint 600 vállalkozást érint előnyösen. Az elmúlt képviselőtestületi ülések valamelyikén módosult arra, hogy az 1 millió forintig 50%-os adókedvezményt kaphassanak a gazdasági társaságok, és immáron a mai napon arról döntöttünk, hogy az 1 millió forintos nettó árbevétel meg nem haladó bevétellel rendelkező gazdasági társaságok ettől az évtől kezdődően, tehát már január 1-től adómentességet kapnak, vagyis az iparüzési adó tekintetében nem keletkezik újabb terhük. A képviselőtestület döntése alapján április 1-től változtak a bölcsödei intézményi térítési díjak. Nettó 50 ezer forint alatti egyfőre jutó jövedelemnél napi 145 forint, nettó 50 ezer forint felett 215 forint lesz a térítési díj. Új kategóriaként nettó 100 ezer forint feletti egyfőre jutó családi bevételnél 280 forintot kell majd gyermekenként fizetni. Az időszakos gyermekfelügyeletért óránként 300 forintot kérnek majd, a játszócsoport pedig naponta 330 forintba kerül. A bölcsödei térítési díjak mellett a személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások térítési díjai is módosultak április 1-től. Az étkeztetésért naponta 500 forintot kell fizetni, a kiszállításért, amely áfa köteles tevékenység, szállítási helyenként 90 forintot, a házi segítségnyújtásért óránként 355 forintot, az idősek és demens személyek nappali ellátásáért naponta 180 forintot, a fogyatékos személyek nappali ellátásáért naponta 100 forintot kérnek. El. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja naponta 50 forint lesz. A két idősek otthonában a napi ellátás 3550 forintba, az időskorúak gondozóházában a napi ellátás 3170 forintba kerül majd. Az egyes számú idősek klubjában tavaly óta működik a demens személyek nappali ellátása. Eddig csak kazincbarcikaiak vehették igénybe a szolgáltatást, ám azt most kiterjesztik a térségre is. Azokban a családokban, ahol idős, demens személyt kell gondozni, és rá kell vigyázni, és felügyelet alatt kell tartani, akkor ott a családnak a lehetőségei meglehetősen korlátozottak. Ezért van arra lehetőség, hogy a önkormányzat által fenntartott kazincbarcikai szociális szolgáltató központ által működtetett egyes számú idősek klubjában elhelyezhetőek ezek a személyek. Az elmúlt hónapokban kicsit többen vették igénybe ezt a szolgáltatást, de vannak még lehetőségek, ezért most arról döntött a képviselőtestület, hogy a környező települések számára is kinyitjuk ezt, és abban az esetben, hogyha mivel volt érdeklődő, és valóban megjelenik az igény, hogy szeretnék behozni hozzátartozóikat, akkor erre lehetőségük lesz reggel 8-tól délután 4 óráig. Az ülésen mindemellett a városatyák meghallgatták többek között az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ 2016 évi beszámolóját. Döntöttek a hamarosan megnyíló, volt központi általános iskolából kialakított inkubátorház üzemeltetésével kapcsolatban, és újabb pályázat kiírásáról a társasházak és lakásszövetkezetek kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének kapcsán. Tárgyalt a testület két, a barcikai ipari parkkal kapcsolatos napirendi pontot, valamint további rendeletmódosításokról is döntöttek. A március 30-ai testületülésről összefoglalót olvashatnak a Color 7 április 7-én megjelenő számában is.